Chuang Tzu a barátjával a folyó mellett sétált. Nézd, hogy úszkálnak a halak, mondta Chuang Tzu, jól érzik magukat. Te nem vagy hal, felelte a barátja, vagyis nem érezheted magad úgy, mint hal a vízben. Te nem vagy én, mondta erre Chuang Tzu. Honnan tudnád, hogy érezhetem magam? Van-e különbség a mostani, illetve a mostani sötétség között? Nincs. Nincsen. Most a sötétség és most a... Most már azt érzem, hogy ide nyúlt hozzám, illetve hogy valami meleg, de ennyi. Tehát fényt nem lát? Nem. Van-e különbség a mostani sötétség, illetve a mostani sötétség között? Megint csak azt érzem, hogy közel jött hozzám, de ennyi. Értem. A szaruhártya a szép csillogó, ami mint egy üvegen keresztül nézünk át. Ez is gyakorlatilag épp. A szűk erek. Gyakorlatilag fényérzés nélkül mindkét oldal. Már majdnem 16 voltam, amikor megmondták, hogy mi ez. Hát ez a degeneráció pigmentosa retiné. Farkasvakság tulajdonképpen. Hát amikor megkérdezted az ország, akkor legnemesebb szemész professzor, hát anyu erre mai napig emlékszem, hogy mit lehet csinálni, akkor ennyit mondott, semmit meg fog vakulni. Ez a tombolni vágyás, hogy most szétvetném az egész világot dühömbe, hogy miért pont nekem, miért pont most, miért én. Fogjunk egy képet, és kezdjük el úgy szép lassan beszórni ilyen fehéres tejszerű valamilyen anyaggal, és még látszát rajta, de egy idő után már nem marad más, csak a köd, aztán a ködöt is felváltja a semmi. Ez a gyógyszer, amire neki szüksége lett volna, ami természetesen nem gyógyítja meg, csak lassítja a folyamatot, ez az Eltératin nevű gyógyszer akkor került 30 000 forintba egy kúra, évi 4 kúrára lett volna szüksége, és az édesanyámnak volt a fizetése 7 000 forint. Én akkor úgy érettségiztem le, hogy anyu kivett egy 7 szabadságot, és együtt tanultunk, ő felolvasta, a tételeket én pedig megjegyeztem, megtanultam. Az egész este itt van előttem, amikor ő meghalt, hogy hallottam, hogy halkan szól, hogy kisfiam, rosszul vagyok, mert csak én voltam vele otthon. Akkor fölpattantam az ágyból, és rögtön hívtam a mentőket, hogy jöjjenek azonnal. Akkor megjöttek a mentősök, nem voltak a helyzet magaslatán, tehát... Eltelt egy 20 perc, míg eldöntötték, hogy hát be kéne vinni kórházba, és akkor a mentőautóban lett rosszul. Tehát igazándiból ezt a mai napig nem értem, hogy a mentőorvos hogy ülhetett előre. Egy ilyen állapotban lévő betegnél nem ő ült a beteg mellén, engem beültettek, ő meg előre ült és csacsogott a vezetővel. És akkor én láttam, hogy valami görcse volt édesanyámnak, gyakorlatilag akkor halt meg, ott halt meg, és akkor én elkezdtem sikítozni, hogy valami van, valami baj van. Egyszer csak egy furcsa hangot hallottam a szobából, szaladtam befelé, hogy mi lehet ez, és hát ugye én akkor már nagyon rosszul láttam, de mintha az akkori kutyánk ott ült volna anyu ágya mellett, és ő adta ki ezt a hangot, egy ilyen nagyon szomorú, nagyon hosszú elnyújtott vonyítást, egy ilyen nagyon szívbe markoló vonyítást, és tudom, hogy akkor megnéztem, hogy mennyi az idő, 3 óra 25 volt. Ők nagyon össze voltak nőve anyuval, ők egyfajta szimbiózisban éltek. Anyukám az nagyon arra rendezte be az egész életét, hogy ő ameddig csak lehet a Vili mellett lesz, és ő lesz a Vili szeme, és ő mindent. Ez volt az a nap, 92. október 16-a, amikor a Vili gyakorlatilag felnőtté vált. Anyu és apu addigra már nem voltak együtt. A lakótelepi lakásban ketten éltünk a húgommal. Ráadásul a húgom még szakközépiskolába járt.
a vakjáradékból, az árvasági járadékból, ugye apu továbbra is küldte utána a tartásdíjat, így próbáltunk megélni. Anyu elmondata az élt bennem, hogy nem az a szégyen, ha elbukunk, hanem az, ha nem tudunk felállni. Meg akartam állni a helyem, tehát minden áron meg akartam mutatni, hogy de igen, megy. Aki megvakul, ugye, az teret veszít. A munkalehetőségek is beszűkülnek. Érettségi után már teljesen megijedve, hogy milyen munkalehetőség lesz, édesanyám szerzett nekem egy telefonközpontosi állást. A Csepel távbeszélőben, ahol ő is dolgozott, és én ott kezdtem. Hát a telefonközpont az egy ilyen magamfajta ilyen dinamitnak úgymond, az rémunalmas. Ülni egy helyben és kapcsolgatni az embereket, ez nagyon nem tetszett, és már akkor tudtam, hogy nekem más célom van az életben, már amikor az egyik gyerek megvolt, és a másik is útba volt, hogy két gyerek mellett már nagyon nehéz lenne telefonközpontosként megélni, és engem amúgy is nagyon érdekel a masszázs, és az Orfi belül tulajdonképpen ott tanultam ki a gyógymasszást. Úgy tanultuk, hogy az oktatóm letette a kezét a hátra, elkezdte azt a bizonyos mozdulatot, én rátettem a kezem, és akkor követtem ezt a bizonyos mozdulatot, majd ő tette rá a kezét az én kezemre, és nézte a mozgást, és nagyon sok fogást mi így tanultunk meg. Amikor az egész tanfolyamot elvégeztem, és megkezeltem az első igazi kórházi betegemet, akkor úgy éreztem, hogy ez az, amit mindig is csinálni szerettem volna. Én a masszázsban kiteljesültem. A masszázsról tanultam meg tanulni, és szerintem a harcművészettel tanultam meg igazán élni. Ugye a pénzem, az úriembernél bevágott. Egy pillanatra összeszorult a gyomrom, hogy most mi lesz, majd mivel hát egy gyerekkoromban is látóként is imádtam karatézni. Ezért úgy döntöttem, hogy egy életem, egy halálom, hát megpróbálom, és a feje felé rúgva, hál' Istennek el is találtam. És ez volt az a pont, amikor rájöttem arra, hogy hát ez vakon is megy, de akkor valami olyan harcművészetet kéne keresni, amiben ez sokkal jobban megy. Verebics Antal, tulajdonképpen Tóni bácsi, akkor így mondom. Nagyon hálás vagyok neki, mert ő valósította meg egy vakember álmát. Tehát amikor mások már lezavartak volna a szőnyegről, hogy menj innen, nincs mit keresni az aikidóba, akkor ő azt mondta, hogy jó, gyere, akkor megcsinálj. április 2005-ában fekete övet szereztem aikidóban. Aikido olyan harcművészet, ami az ellenfél energiáját használja, azt vezeti el, és azáltal győzi le az ellenfelét. Mindig akkora a megtorlás, amekkora maga a támadás. Ez a filozófia működteti a világot is, mert hát amikor megvakultam, illetve még akkor nem vakultam, meg csak közölték, hogy ez lesz. Pont azon gondolkodtam, hogy talán az egésznek véget lehetne itt vetni, kiugrom az ablakon, fejjel előre, bum, a betonba, az kész. Úgy döntöttem, hogyha a sors adott egy pofont, úgymond, akkor én megpróbálok a sorsórára csavarni egy fricskát, hogy megmutatom, hogy akkor így is megy, és csak azért is megy. Tóni bácsi mondta nekem azt, hogy Vilmos, az önvédelemnek kettő verziója van. Van a hivatalos és van a nem hivatalos. A hivatalos verzió az, a támadót lecsavarod a földre, ott leszorítod, megbeszélitek a problémátokat,
Felálltok, kezet fogtok és távoztok. Álljál már meg! A második verzió, mivel te vak vagy? Ha egyszer földhöz vágtad, onnan nem engeded fel. Mert ha felengeded, tudja, hogy vak vagy és tréfás vak, onnantól fogva vagy hátulról fejbe ver egy bunkóval, vagy valamivel, de te éppen onnan nem mész el. Tehát ilyenkor a helyes cselekedet, belevered kétszer a fejét a flaszterba, még egy jó nagyot belerugsz, hogy ne tudjon fölkelni legalább fél óráig, és elhagyod a helyszínt. A vak könnyű préda, nem tud személyleírást adni. Csak a Hermina Egyesületnek havi szinten 3-4 ilyen utcai támadást, ilyen utcai kifosztást, rablást bejelentenek. A Hermina Egyesületben van 1650-1700 látássérült, és ma Magyarországon van 48 000. Tehát, hogyha átlagot vonok és felszorzom a számot, akkor ez az utcai támadások arányában igen brutális. Üdvözlök mindenkit ezen a kis előadáson vagy bemutatón. Van egy közöttetek olyan, akit ért utcai támadás? Vagy utcai inzultus? Hogyha föltenné a kezét. Én Borai Botond vagyok, engem 2002-ben támadtak meg vonaton a következőképpen. A vonaton pont elment, felszálltam a következő vonatra, ami ugye teljesen üres volt. Engem követett két fiatalember, akik gondolom azt figyelték, hogy ki az, aki egyedül mászkál, meg olyan esetlenebb. Ugye a mozgásomon nekem lehet látni, hogy látássérült vagyok. Ők bejöttek a vonatkocsiba, leült az egyik velem szembe, a másik pedig mellénk. És aki velem szembe ült, az közölte velem, hogy adjam oda a táskámat, de ugyanezzel a kijelentéssel már el is vette tőlem. Az az igazság, nagyon megijedtem, tehát nem nyúlkáltam. Szerencsére nem volt nálam semmilyen érték, tehát végül is hagytam, hogy turkáljon nyugodtan. A következő dolog történt. Lazán nyújtottam a kezem, direkt nem nyújtottam ki, hogy ne kerüljek ízületfeszítési pozícióba, hanem hajlítva adtam oda a táskát, és amikor megéreztem, hogy ő kontaktusba került vele, már fogja, már a magáénak érzi, és elindítja maga felé, akkor én ezt a lendületet felhasználva megtoltam a táskát, rálöptem a fejére, és mivel tudom, hogy a háta mögött ott a kupénak a fala, a jobb térdemmel mellberúgtam, ettől egy kicsit azért úgy odébb lesz, és a mellettem leült támadót az egyik kezemmel oda csaptam, hogy nagyjából ott lehet a feje, és a táskát, amit elengedtem, a másik kezem a táskával irtózatosan fejbe vertem. És abban a pillanatban már tudom, hogy hol van, fordulhatok ki a vonatnak a folyosójára, és indulás kifelé. Meglepetést azért fogtok okozni, mert a legtöbben, bocsánat, és ezt kimondom, mert kimondhatom, a legtöbben lenézik a vakot. Amikor először megtámadtak, én bejöttem a szövetségbe, mert azt hittem, tehát akkor még kezdővak voltam, tehát azt hittem, hogy a szövetség mindenben segít, és megkérdeztem, hogy milyen önvédelmet oktatnak vakok számára. A válasz a következő volt. A vakember örüljön, hogy közlekedni tud az utcán, és levegőt vesz, ne akarjon harcművészkedni. Merjetek nyugodtan harcművészkedni, megcsináltam. Ezt ti is meg tudjátok csinálni, csak rajtatok múlik. Tehát akit ez érdekel, annak mi ezt teljesen ingyen elkezdjük oktatni. Én minden jelentkezőt szeretettel várok. Nem segíteni kell az embereken, hanem meg kell mutatni nekik azt, hogy hogy segíthetnek magukon. És hogyha a harcművészet által lesz egy erős tartásuk, az a járásukon is látszani fog, az az életfelfogásukon is látszani fog. És adott esetben már lehet, hogy sokkal kevesebb atrocitás fogja őket érni. Igen. És a súlypontot érezni, merre van? Arra viszel le. Ó, nem gondoltam, hogy téged le tudlak vinni, de így olyan könnyű ezzel a... Mindenkit el lehet dobni. Aha, csak meg kell találni azt a... Meg kell találni a súlypontot. Szia, Robi! Hello, Ali. Szia, itt vagyok. Na, kérdés? Óhaj, sóhaj, panasz? Nincs panasz. Én jövök, hát én simán ott leszek. Le foglak klopfolni. Jó, rendben, úgy legyen. Ha a teremet használni, hogy megfognak, akkor egyfajta csavarással tudsz reagálni, és akkor már tudsz végigmenni a kezét. Akkor én jelentkeznék. Jó, rendben van, akkor valami papírt meg tollat össze, és akkor fölírnám én az adatokat, jó?
Ez lesz középen. Mert akkor a puhából érzik, hogy már széle felé járnak. Így van. Belégzés, amikor fölértek, akkor van teljesen tele oxigénnel a tüdő, beszívod a levegőt, fölnyúlsz, lehúzod a mellkasodhoz, egy kicsit megtartod, a tenyereidet lefele fordítod, és ugyan egy ilyen kicsapjuk harából a levegőt, egy ilyen megmarkolod, lehúzod ide mellhez, itt megtartod egy picit, és így lefele fordítva a tenyeret így, a szájon át így csap ki a levegőt, így. Semmi gond. Ha előre indulsz, ez a lábad megy erre, és ez követi. Tehát az a lényeg, hogy nem zárhatod a kettőt, mert akkor már billenthető vagy. Tehát meg kell érezni azt a ritmust, amikor úgy mond. Tudsz mozogni. Gyere, csinálj. Egy. Nagyon padlón vagyunk. Nagyon mélyről kell felállni, és abban viszont biztos vagyok, hogy ha az ember egyszer lecsúszik egy lejtőn, akkor sokkal nehezebb fölkapaszkodni. De ha szép lassan, 4-5-6 emberrel elkezdem, és aztán ez fejlődik egyre feljebb és feljebb, akkor akármilyen messzeségekbe eljuthatunk. Ezt így elindítod, és a másik kézzel így ráfogsz, mintha már így, itt már, mintha már így fognál egy kardot, és ezzel a karddal már elindítanál egy vágást, ugye fölkerül a kezed, aha, mert ez később úgy fog befejeződni ez a technika, hogy innen én már nem emelem tovább, hogy nehogy kiemeljem, és igen, hátrányos helyzetbe kerüljek, hanem ez majd ki, itt igen, kifeszítem. És onnan fog. És itt már földhöz is váglak. Igen, látod? Igen. Aha. Ez már nem csak aikido, hanem más harcművészetekből is be vannak építve olyan belharc technikák, olyan csavarások, dobások, töréstechnikák, ízületfeszítések, amivel egy vakember biztonságosan meg tudja védeni magát az utcán. Mi fejlesztettük ki, tehát azért ehhez kellett egy olyan ember, mint mondjuk a Józsi, kell egy olyan ember, mint a Tomi, az akik felmerték azt vállalni, hogy edzenek egy vakemberrel. Jóci, hát ő neki nagyon sok mindent köszönhetek. Edzegettünk együtt, és hát mondtam, hogy foglalkozom harcművészettel. Milyen harcművészet? Hát mondom, aikido. Ó, az nagyon szép harcművészet. És ő kérdezte, hogy Vilmos, fel vagy te készülve az utcai harcra? Mondom, persze, hát már volt is egy támadásom, hát persze, természetesen fel vagyok én erre készülve. Jó, és úgy beszélgettünk tovább. Majd egyszer csak, mint akiből előtört az állat, yeah, nekem rontott, hozzávágott a falhoz, és üvöltött torka szakadtába, hogy add ide a pénzed, te vakköcsög. És az a pillanat volt az, hogy jött az adrenalin sok, mert ugye ezt akarta ő tulajdonképpen bebizonyítani, hogy jött az adrenalin sok, hogy hozzávágott a falhoz, és én nem tudtam szinte semmit reagálni. És akkor azt mondta, hogy nem vagy te felkészülve az utcai harcra. Régóta ismerjük egymást a Vilivel, most már olyan 12 éve körülbelül edzünk együtt. Nagyon sokat edzettünk tényleg együtt, tehát akár éjszakában nyúló edzések is voltak. Ezeket a péntek esti edzéseket mi úgy hívtuk, hogy a harcosok klubja. És ott igen sok harcművész megjelent, és ez köszönhető a Jocinak. Nagyon sok barátját meghívta, és különböző stílusokból tudtunk gyakorolni. És ugye az ő barát is úgy voltak vele, hogy te figyelj, még ezt is meg tudja csinálni, azt is mutassuk meg neki, hát ha megy, és így. Atya úr is! Mennyi vizet hozottatok? Tessék! Hát ez itt elgugoltam. Ezek szilánkok, aha. Hát igen, mint néha szoktuk tüzelni. Van húzat. Ja. Van húzat. Hú. Egy olyan irányba kell elmenni az összes gyakorlásnak, hogy fejlődjön a Vili, és fejlődjünk mi is, és segítsen nekünk átlátni ezt az egész rendszert, amit építünk. Ilyen gyakorlások vannak, amik arra hajlanak rá, hogy minél alkalmazhatóbb legyen a későbbiekben ez a módszer, és minél könnyebben tudjuk tanítani. Oda, ugye? Oké. Okay.
Így. Ugye? Igen. Mint a mozgás, ne terít a tomáját, itt előrébb vissza. Előrébb vissza. Ettől fog lemenni. Hát a harcművészetben mindenkinek a saját egója a legnagyobb ellenfél. Hát szerintem a harcművészet egy meditáció. Akkor indulunk gurulni. Ez a zuhanás, tudjátok, ugyanúgy indítjuk, mint az előre bukfencet. Az a lényeg, hogy talpárnával tompítasz, kihomorítod a gerincedet, nem vered oda a derekad, ez tulajdonképpen az előrvéd, hogy ne vedd szét a gerincet, ha zuhansz. Az embernek meg kell tanulnia elfogadni magát, és amikor elfogadja önmagát, akkor megindul egy fejlődés. De mindenképpen szükséges lesz egy mentális fejlődés ehhez az egészhez. Aki nem lát, az egy kicsit mindig periférián érzi magát először. De hogyha elindulnak a sikerélmények, és mondjuk egy technika nem megy ezerszer, de az 1001. megy, akkor szerintem az életére is ki fog hatni, mert lehet, hogy az életben nem fog neki sikerülni egy állásinterjú, de elmegy a következőre, a harmadikra, a negyedikre, és a végén az lesz, hogy igen, felvettük, és akkor már tud neki örülni, és mégse érzi fárasztónak azt a rengeteg próbálkozást, mert mentálisan fel lesz arra készülve, hogy valami elsőre mondjuk nem megy. Ügyes lesz ennél. Oké? Okay. Túljúsz a fejedet. Húzod, lehasz, mint a könyüket. Érzel? Nem tartom magam fogyatékosnak. A fogyatékosság az a szeretet hiánya, bennem az van. Amikor az emberek nem segítenek egymáson. Az tragédia, az fogyaték. De ez nem. Én nagyon hálás vagyok a vakságnak, ennek az effektív fizikális vakságnak, mert ezáltal máshogy tanultam meg látni az életet. Egy sokkal szebb világ tárult ki, egy sokkal színesebb világ, még akkor is, hogyha egy másik úgymond bezárult. Én igenis látom a világot, csak más szemmel figyelem. Inkább sokkal többet kéne az embereknek arra fordítani, hogy ne a gondolataikkal nézzenek, hanem a szívükkel érezve lássanak. Jól vagyok hátul? Én jól. Tök jó. Tényleg nincs olyan meleg. Jár is a levegő. Édi-bédi! Idősebb vagy, mint a Juli? Igen. Mennyivel? Egy másfél évvel. Igen. És apa hány évvel idősebb nálad? Kicsoda? Apa. Ja, hát ő egy vén ember, tehát legalább héttel. Akkor, amikor a Williről kiderült ez a betegség, anyu ragaszkodott hozzá, hogy mind a hármunk, tehát akkor minket is megvizsgáljanak. És ebből látszik, hogy akkor még milyen gyerekcipőben járt ez az egész, mert azt mondták, hogy az András nem beteg. Vilmos a második házasságból született, édesanyám második házasságából. 3 éves korom óta szemüveget hordtam. Amikor annak idején leköltöztünk ide 2000-ben a helyemmel, hát akkor nekem a pesti úgymond vállalkozásom az szép lassan befutcsolt. Munka után kellett nézni. És a BKV felvételi részénél a szemészeti vizsgálaton derült ki, hogy ez a betegség nem gyógyítható, ez ugyanaz, ami a Vilmosnak a betegsége. Tévét már nem nagyon nézek, inkább hallgatom. Olvasni
úgy már nem tudok, hogy tehát nyomtatványt, ilyesmit. Tehát, hogyha például postáshoz egy ajánlott levelet, és azt a kis cetit alá kell írni, az nekem már egy fehér lap, valamilyen színes csíkokkal. Telenor ablak. 2011.08.14. Júlika Berem 2010, András bátyám 2011, 8. Akkor visszamegyek, akkor így beolvas bármit. Tehát egy ilyen, ez neked is jó lenne, nem? Persze. Amiben tud, abban segít, tehát előre mondja, hogy mi fog történni, vagy ilyesmi. Tehát, meg hát tulajdonképpen előttem is ott van a jövő, amikor őre nézek. Pont tegnap volt 2 éve, hogy meghalt a nejem. Akkor a legkisebb gyerek, aki ugye koraszülött, és most mindenféle szindrómára vizsgálják. Ezek a dolgok azért, úgy, hogy mondjam, egy normál idegzetű emberre is úgy rá tudnak nehezedni. Nálam meg ugye halmozottan meg kell oldani. Szóval nem szabad azt mutatni, hogy reménytelen esetnek tartom magam. Tehát ezt magamnak se szabad bevallani, tehát nem szabad magam előtt se kimutatni, meg mások előtt sem, mert akkor mások is annak fognak tartani. Tehát a Tündinél meg az Iminél nem találták nyomát egyelőre. Az a baj, hogy ezt kiskorban, hát kiskorban nem is lehet kimutatni, de hát ugye elvileg genetikailag se... Az Imi nem veszélyeztetett se a Balu, mert hát ez X-el jött. A Tündi sem, csak akkor, hogyha majd neki fia születik, akkor. Ugyanúgy, mint a húgunknál. Uh-huh, igen. Ki jött ki az ajtóban? Tündi. Nem néztem, de mindig. Hanyadik osztályos voltál most, Tündikén? 3. Na. Magyar az 5-ös, matematika 3-as, az nem megy jól. Pedig apád egy matek zseni. Elfelejtette, hogyan kell lapon osztani. Micsoda? Elfelejtette, hogyan kell lapon osztani. Nem elfelejtettem, hanem nem tudtam, hogy melyik módszert csináljátok. Fölhívtam a Julikát, és ő sem tudta, hogy melyik módszert csináljátok. Ja, jó, oké. Okay. Környezet ismeret 4-es, rajz és vizuális kultúra 5-ös. Azóta, hogy András is beteg, nem hiszem el azt, hogy esetleg ne hordanám én is ezt a rossz gént. Volt ilyen próbálkozásunk, hogy elmentünk az országos géncentrumba, és akkor vizsgáljanak meg, hogy lehet-e egészséges gyerekem. A legmegdöbbentőbb az, hogy ilyen utolsó hónapban lévő kismamák ültek ott rengetegen. Hát ők ezt nem tudják megmondani, hogy beteg lenne a gyerekünk, de ha majd terhes leszek, 8. hónapban meg tudják mondani. Tehát így alakult az életünk. Azóta fokozatosan változom meg. Krisztián, ezt megint... Csak nem. Neked hoztam. Köszapa! Részszövés a csuha, ez általában jó szokott lenni 1-2 óra, esetleg egy ilyennel próbálkozhatunk. Vagy van vastag karateruhánk, ami szintén jó szokott lenni az Aikidóhoz. Igen, itt van a térdvarrás, igen.
két gyerekem van, egy gyönyörű kislányom és egy szép kisfiam, aki szerintem nagyon sok mindenbe hasonlít rám, tehát egy igazi ördögfióka. Még nagyon gyengé látóként, még 96 decemberében nagyon közelről még a kisfiam arcát is láttam. Ilyen természetesen élték ők meg ezt a vakságosdit. Ők a mai napig nem látják ezt problémának, tehát nem kezelik problémaként, hogy az apa nem lát. Azért kapta ezt a ruhát, mert most már egész szépen dolgozott, de eddig csak melegítője meg pólója volt, és úgy gondoltam, hogy most már megérdemli, hogy gíbe is egyszer. Hát... De szerintem ki kell érdemelni a ruhát is, én úgy vagyok vele. Mehet? Ütöm. Hiszen a másik között rossz helyem van. Most mondom. Nem jó, nem jó, nem jó. Nézd csak az enyémet. Gyere lassan az ütéssel, azzal a kézzel. Látod? Az enyém nem itt hátul van, nem húzom hátra, hanem térít. Pontosan azért, hogy helyet csináljam. Érted? Jó? Én a gyerekeimet látom, lehet, hogy nem fizikálisan nem látom, hogy milyenek az arcvonásai, de igenis érzem, amikor mosolyog. Igenis érzem, amikor szomorú. Ugyanúgy látom én őket, mint más, csak más jelekből veszem le ezeket, és ezek néha sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, tehát sokkal jobban oda kell figyelni rájuk. Nem elég egy felületes pillantás, hogy ennyi. Itt van három lépcső? Igen. Jó, akkor van ezt, megnézzük. Ez a pince ajtó, jó? Ha megnézed, itt jön először a magas földszint, ugye? A második emeleten a második ajtó, a 27-es. Megvan, igen. Ott laktunk. Látom, igen. Lili! Szia! Kezdi csókolom. Vagy ő a lányod? Igen, ő a lányom. Én ilyen nagy lány már. Hát 16 éves. Hát erre jártunk. Na, örülök neki. Én is. A határútnál szoktalak látni, a metrónál. Igen, igen. De nagyon sok minden megváltozott itt. Hát persze. Hát örülök, hogy hallottam a hangját. Láttalak! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Itt, hogyha bejössz, itt lesz egy nagyobb betonplac, vagy nem tudom, ez még megvan-e. Ide föl volt festve akkor egy tengópálya, ilyen labdajátékpálya. Igen, igen. Igen, és arra folytatódik a pálya? Már nem folytatódik, mert csak a fele van meg itt a betonon. Aha. Gyere! Igen. Gyere. Szemben meg vannak még a hinták. Nem. És itt volt egy kis kút is, amiből mindig itt víz van. Folyt. Azóta már egy kicsit új, de itt van. Ó, hát ez már nagyon új, ez nem így nézett ki. Hát nem működik. Nézzél föl? Igen. A tetejére? Na, ezeknek a házaknak a tetejére mi felmásztunk, és ezeken mi itt átugráltunk. Azt játszottuk, hogy ki bírja többször átugrani, oda-vissza. De ez nem volt nagyon veszélyes. De ez nagyon veszélyes volt erről. Papa, mama, nem is tudom. Itt voltam gyerek. Na gyere, megnézzük, megvan-e még a cukrászda. Jó. Megkóstolom. Lao Tse mondta, az energia, amelyet az emberek a természettől kapnak, az érzékszervek szempontjából egyforma, de felhasználásának módja nagyon eltérő. Egyesek általa élnek, mások miatta halnak meg, némelyek felemelkednek, mások jelentéktelenné válnak segítségével. A leltéri aluljáróba, nap mint nap, ahol átmentem bottal, ott a hajléktalanok engem mindig segítettek a közlekedésbe, és amikor kutyám lett, akkor velem együtt örültek a kutyusnak, és még mondták is mindig, hogy van egy kis barátnőd, aki most már kísér ránk, már nincs is szükséged. Jesse tényleg olyan, mintha visszaadták volna a szemem, mert tökéletesen jelez minden akadályt, mindent kikerül, és mindig lehet rá számítani.
Amikor Jesse beteg lett, akkor ugye megint bottal közlekedtem, és rákérdezett a Zoli, hogy hát mi van a kutyussal, mi van a barátnőddel. És elmondtam, hogy hát ez történt, megmérgezték, és hogy kórházban van, és azt mondta Zoli, ugye, hogy nagyon sokba kerül az állatorvos. Ez volt reggel, és este, amikor mentem, akkor az összes kis hajléktalan ott állt. És egész nap bekigyűjtöttek. Szóval azt mondhatom, hogy 5 hajléktalan felfogta, hogy mit jelent. Nem fogadtam el, tehát nem fogadtam el a pénzt, de a gesztus esett jól. Párból. És hiába magyaráztam, hogy vakvezető kutya is jogom van vele oda bemenni, a biztonsági őr elállta az utat. Amikor a panaszkönyvet el akartam kérni, akkor nem akarták a panaszkönyvet kiadni, akkor az ottani hatályos önkormányzati rendeletet kikértem, amiben benne volt, hogy a vakvezető kutyát be kell engedni. Én megmondtam, hogy egyezzünk meg, ajánljanak fel egy tisztességes összeget a magyar vakvezető kutya kiképzés javára, és akkor én elállok minden peres szándékomtól, sőt, erről jó nyilatkozatot is adok a számukra, amikor ők az 500 000 forintot a Somlay Angyal Alapítványnak átutalták. Én gyerekkoromtól fogva egy ilyen harcos típus voltam, mindig is szerettem küzdeni dolgokért, mindig is éltetett az, hogyha valamiért tudtam küzdeni. Attól válik az ember harcossá, hogy megpróbálják elnyomni, visszáptolni. És van, aki ebbe beletörődik, és elkullog, és van az a típusú ember, aki azt mondja, hogy nem, akkor én tovább megyek. A büntetési... A vakok ügyeivel én elkezdtem úgymond egy kicsit foglalkozni, és rájönni arra, hogy mennyi jogsértés, mennyi jogtalanság van ma a fogyatékosokkal kapcsolatban, illetve az ő életüket illetően. És 2007. februárjában beadtam a jelentkezésemet a Pázmányra, és hát azóta próbálom elvégezni a Pázmánynak a jogi karát. Nyitják át a megyei befogadóintézetből. Jogod ahhoz van, amit ma Magyarországon megszerzel, mert ugye én is járom a tankönyvkiadókkal a magam kanosszáját, rengeteg kiadónál egész egyszerűen vagy rám vágták a telefont, vagy pereljem be őket, vagy csinálják, amit akarok, mert úgy hagyják ide. Windows-logon, szerkesztőmező, csill-csill, enter. Én nem használom a monitort, ki van kapcsolva. Menü, új dokumentum nem érhető el, képfájl betöltése, szkennelés, fekete mínusz, enter, kilépés a menüből. Várakozás, pont, 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 várakozás, pont, pont, pont. %7 47% 87% 100%. Tanulja, hogy tudsz. Talán itt nálunk is meg kéne azt oldani, ami már nyugatabbra tökéletesen működik, hogy ezeket a könyveket megkapják a vakok. Enter. Mentés más két folyamat jelző párbeszéd panel. Még nem minden oldal felismerése történt meg. Az összes szót, amit ő kiír, hogy gyanús szó, ez azt jelenti, hogy annak a szkennelése vagy nem jól sikerült, vagy nem ismeri fel, azt valakinek ki kéne javítani. Ez egy fél éves vizsgaanyaga egy tárgyból, és van 9 ilyen tárgy. Most nem tudom hány oldal ez a könyv, közel 600. Ezt szorozzuk föl 10-15 perccel, legyen akkor egy egységidő 12, 600x 12 perc, és akkor még csak bent van a könyv, akkor még egy betűt nem olvastam el belőle, és utána kezdhetem el adott esetben tanulni. Még egyszer, nem?
Ide jöttem a vizsgára, TB-szoció. Társadalombiztosítás alapelvei, alapfogalmak. Ott mire gondol? Tudom azt, hogy maga mi az, hogy társadalombiztosítás. Ja, hogy ez a társadalombiztosítás az egész országnak itt eredő jó, kockázat tudjuk, közösség. Jó, tudjuk, hogy tudod. Csak különbségézni. Jöttek, mentek? Nem vagyok hangosat, igaz? Te, én leszek az őrszem. Örülök, hogy jó kedve van. Én vagyok az oktató. Tudom, kezdi, csak megismertem jó, a hangját. Jó. Milyen alapszolgáltatásokat ismer? A falugondnoki szolgáltatás, ez 600 lélekszámú falu alatt nyújtják, ezt általában az intézmény hiány kiküszöbölésére találták ki, tehát ilyen kis buszt szednek például össze, hogy kis buszon összeszedik az embereket, eljutatják őket orvosi rendelőbe, egy ügyintézés helyzetére. Tisztességesen felkészült, megtanulta a dolgokat, és megkérdezhetem, hogy mit fog kezdeni a jogi diplomával? Van már elképzelése? Van. Én a fogyatékos jog területén szeretnék működni. Hát, akkor jó. Sok sikert ehhez, jó? Én köszönöm szépen. Ez a Kinizsi 100, ez tulajdonképpen egy teljesítménytúra. 24 óra leforgása alatt 100 kilométert kell gyalogolni. Igen nehéz terepen, tehát ennek nagy része átmegy a Pilisen. Én ezt megpróbálom végigcsinálni. Rázasok, elfogytak? Nem. Gyertek, hát sejtődbe megy. Lapotok? 95-95-93. Idő! Ja, nem. Most lesz a patka. Gyere, menjünk. Mindig ízni jelzett, jó? Jó van. Nem tudom, hányan leszünk most, de állítom, mindig rengetegen vágnak neki. Én fejben eldöntöttem, hogy végig megyek rajta. Én mindig próbálom tágítani a határaimat, tehát én azt vallom, hogy az ember önmagának épít korlátokat, és saját maga dönti el, hogy mikor rombolja le azokat. Mi most, hogy aztán menjünk? Oké. Okay. Hol esik? Itt. Lombok fölött most nem lehet érni. Leesik. Na, most csak ilyen zápor lesz. Gondolj bele, lassan már csak 80 km van hátra. Uh-huh. Minden lépésre fogy. Mennyi van még? Hát, 70 kilométer. Egy 70. Ez beton, tehát félek attól, hogy valami göröngy lesz benne. Ne figyelsz, mert mi se látjuk, mert kanyarok kezdve. Bocsánat, nekem ez az autó.
Nagyon le vagyunk maradva, mi? Ez a tempóval kocsinálják meg, hogyha nem állunk meg. Jön az éjszaka, amikor nem fogunk tudni olyan tempóval haladni. Meg kéne beszélnünk, hogy végigmegyünk-e, de nem fogunk odaérni 8-ra. Igen. Nem megyünk végig, akkor meddig megyünk? Hát akkor is a 65-ig el kéne jutni. Tehát a második ellenőrző pontig. Azt nagyon belemegyünk az éjszakába. Akkor éjfélre fogunk beérni a 65-re, és akkor már nem fogunk lejönni. Annak már veszélyes lesz. Hát most még menjünk tovább, nem? Hát jó, persze, nyilvánvalóan nem ez volt a kérdés. Meg is csináljuk, lehet az, hogy kilépünk. És akkor egy 4 órán keresztül kell húzni egy majdnem 10-est. Mert hogy 10-10-10-10. Bizony, azaz. Ilyen 1 órás minuszunk van kb. Másfél. Körülbelül lesz egy olyan terhelés, magasabban, tehát fokozottabban, mint az elején volt. Aha. Most. Akkor lehet az, hogy bezúzunk most 40-re, ott nézzük egy időt, 40-en. Igen. Az úgyis checkpoint, meg minden, meg izé, meg az első szakasz vége pont. És akkor ott... És ott okosodunk, mert azt viszont érzem, hogy a jobb okám egy kicsit megdagad. Meg ugye most, hogyha jön a beton, akkor itt lehet, hogy ki tudunk lépni. És akkor megnézzük, hogy mikorra csúszunk be oda, ez milyen. Jó. De akkor azt mondja, hogy ha most vagyunk 33-nál, akkor 1 óra múlva 40-nél kell lennünk szigorúan. Igen. Akkor is, hogyha nem megy, akkor is ott kell lenni 1 óra múlva. Azt akkor kell lehet, mondom, talán meg lehet csinálni. Az elején nagyon jó jöttünk, csak őket az eső, meg ez a nagyon búj alapfelé, és csak belassítunk. Meg hát megcsavarodott a bokán. Igen. Gratulálunk, köszönjük, hogy eljöttél. Mi 100-an vagyunk, viszont itt megállunk. Igen. És gondoltunk arra, hogy még egy ilyen búcsúpecsét kérnénk. Akkor. Még egy jelvényt is kérlek. Nagyon köszönöm. Halló! Szia, apu! Na, 40-nél megálltunk. Na, a bokám egy kicsit elunta magát. Igen. Hát a hegyen megfogott az eső. És aztán az egyik másik kövön megcsúszott, meg egy kicsit befordult magam alá. Úgyhogy inkább megálltam. Igen, bedagadt egy kicsit. Beroppantottam vissza a helyére, de... Ez nem is le van téve, hanem ez a kész csak így mutatom irányba, hogy segítsen, tehát egy gyere, tehát elég szíves. Hol vagy? Mindenképpen pozitívum, hogy egy fekete öves mester tanít minket, és főleg, hogy azért ő lehetessé, ő ebben él már, ebben az élethelyzetben. És éppen ezért tudja talán másként átadni, mint mondjuk, ha egy látó tenni. Kapogasd meg nyugodtan. Igen, ez világos. Otto Vili, becsukom a fejem hozzá. De hogy teszed a fejed oda? Gyere ide! Itt a Vili feje. Érzed? És ez az én fejemet meg behajtom ide. Az övé mellé. Tehát mintha a lábat ezt hajtanád. Igen. Mintha az ő vállához behajtanám a fejemet. Nagyon óvatosan csináljátok egymáson. Igen, nem szabad, erre oda kell figyelni, mert ez tönkre lehet tenni a másikat, jó? Gyere, Petra! Jó, tessék páróba fejlődni, és el lehet kezdeni. Ez a kezedbe fog. Jó, beszorít, felkaromhoz, és az izmot. Lehet, hogy nincs rajta erős ruha, hanem nyugodtan marj bele az izomba. Igen, és a fejedet hasd be az ő fejére. Ide befogja. Vili, próbál szabadulni, te meg fogjad. Fejed, csukd be. Csukd be a fejed.
Tugd be a fejed! Tugd be, látod? Jök! Nagyon maximalista embernek tartom, és szerintem ő magáról is ezt gondolja, hogy ő megpróbál mindent maximálisan csinálni, úgy az élet minden területén. És hát edzőként is elvárja azt, hogy figyeljünk arra, amit kér, és hogy azt csináljuk. És nagyon türelmes. Annyi időt ad, amennyi az adott egyénnek kell ehhez. A feladat mindössze annyi, egy kicsit ahogy mozogtok, súlypont billentés. Tehát amelyre mozog, megpróbálod megérezni. Ezt szeretném átadni a vakoknak, a látássérülteknek, hogy merjenek, és meg fogják látni, hogy egy teljesen más, egy szép új világ nyílik meg. Úgy hívom, hogy a fehér kard. Ennek a neve szimbolikus, mert ugye harci eszköz a kard, de fehér, mert a fehér botból ered. Nagyon sok olyan elem van harcművészetekben és küzdősportokban is, ami végül is varázslás. Olyan értelemben, hogy nagyon szép, de hogyha nem foglalkozik valaki 10-15 évet, akkor soha nem fogja tudni használni. Ezzel szemben a fehér kardot fogjuk tudni használni, már akár egy év tanulás után. Szerintem az embereket sokban akadályozza a fizikai látásuk, mert ma a látványvilágát éljük. Mindazt elfelejtették, ami oda bent lakik bennük. Nagyon sokan a szemükkel, mint műszerrel csak nézik a világot, és az előttük álló életet nem is értik, vagy elmennek nagyon sok dolog mellett. Pontosan ezért mondom azt, hogy egy ajándék volt nekem ez a fajta vakság, hogy megtanultam magamra belülre figyelni. Vigyázz, jön a mozgó lépcső. Betegségében az ideghártyának egy jól meghatározott rétege pusztul el. És ezt a réteget, ami a fény érzékeléséért felelős, ezt igyekszik pótolni ez az implantátum. Az implantátumnak az a szerepe, hogy a belső fényt, ami a szem belsejében normálisan jut, azt átalakítsa egy ingerületté, és ezt az ingerületet juttassa el a meglévő sejteken keresztül az agyba, és hozzon létre valamilyen látásélményt. A szem specialisták többen is jelen vannak a műtét során, nem csak az, aki a szem belsejébe behelyezi az implantátumot, hanem az is, aki a fül mögötti területen elhelyezkedő tápegységet, összekötő kábelt elvezeti a szem belsejében elhelyezett csipig. Ez a fő célja ennek az implantátumnak ebben. Segítsen, hogy az arcokat felismerje, hogy merre van az, akivel éppen beszélget. Esetleg nagyobb betűket is elolvasson, mint ahogy erre már volt példa. Körülbelül ilyen betűméretet el tudtak olvasni. Az a 10 centi körülbelül. Hát 5-6 centit is, 5-6. Igen. 5-6. Nekem még azért van egy kérdésem, mert ugye én mondtam a harcművészetet, tehát igen, azért igen. Én a fejre kapok szépen. Na ez biztos, nem biztos, hogy ennek az implantátumnak olyan aranyosan jót tesz. Hát ez nagy valószínűséggel nem használ a működésnek. Nagy erejű ütések sokszor, akkor nem biztos, hogy már az nagy valószínűséggel nem. Csak azt szeretném elmondani, hogy engem, tehát pontosan emiatt, hogy a harcművészet meg a többi, tehát én azért olyan hirtelen, még úgy vagyok vele, hogy még olyan hirtelen nem ugranék bele ebbe a műtétbe, ha ez nem jó, probléma. Jó, rendben. Ez egy nagyon fontos információ volt, és köszönöm szépen, hogy ezt jelezte. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer. Viszontlátásra, nyújtom a kezem. Viszontlátásra. Köszönöm szépen is. Viszontlátásra. Mm-hmm.
mondjuk én ezzel megkérdezném, fiam, hogyha esetleg fejedre tenni valami védősisakot, vagy valamit a harcművészetbe, mert gondolom most már kényelsz előbb-utóbb az ökörségbe, hogy a ketrec harcosokkal verekedjél. Mit gondoltál, meddig vársz? Abba, ha belegondolunk, boldog vagyok, úgyhogy ennyi. Ezt már nem élem meg akkor a tragédiának, tehát azt veszem észre, hogy a környezetemben már többen élik meg nagyobbnak, mint én. Mert ma megtanultam így élni, közlekedni, boldogulni a világba, tehát... Gondolsz arra, hogyha már a gyerekeidet, nem esetleg az unokáidat meglásd? Mert reméljük, hogy lesz. Hát egyszer mindenképpen szerintem, de... Mondjuk saját kézbe elhozod a déli papához az unokát. A saját kézbe el tudom vinni így de is, úgy, hogy látod is, hogy hova hozod, nem fehér bottal, meg a gyerek irányít, hogy arra lakik a déli papa. Apu, szerintem én látom a világot, max nem nézem, de ez így jó. Teljesen boldog vagyok, és épp egész ember vagyok enélkül is, és ez a vizsgálat is csak ebben erősített meg. Egyelőre úgy gondolom, hogy nincs szükségem a nézésre, a látásra, pontosan azért, mert addig ezek között az emberek között tudok maradni, akiknek most nap mint nap a tanfolyamon segítek, nap mint nap benne vagyok az ő helyzetükben, hiszen én is közülük való vagyok, és pontosan úgy tudom ezt a stílust, ezt a harcművészetet fejleszteni, hogy nekik tökéletes legyen. Nem adod fel, küzdesz! Az utcán se lesz más lehetőséged. Ha legyomnak, akkor is küzdesz. Nem adod oda olcsón magad. Gyime, gyime, aki már pláda van. Lao Tse mondta, aki másokat győz le hatalmas, aki önmagát győzi le erős. Erős csak az lehet, aki mások erejét hasznosítja. De mások erejét csak az hasznosíthatja, aki megnyeri azok szívét.